hogy elég nagy gödörből kellett indulnunk 2 évvel ezelőtt. Szerencsére a komoly munka meghozta a gyümölcsét, a szakmai stáb élére is olyan emberek lettek kinevezve, akik nagyon értik a dolgukat. Úgy gondolom, hogy egy komoly csapatmunka kezdett kialakulni, amihez hozzátartozik az a szurkolótábor is, aki már több mint 2 éve nagyon komolyan mellettünk áll, azelőtt is, de most a sikerek láttán hatványozottan. Többször idegenben is elkísértek minket, és 6. emberként mindig ott voltak a pályán. Ez mind kellett ahhoz a felfelé ívelő szakaszhoz, ami most bekövetkezett, és bízom benne, hogy ez a szezon is hasonló szinten fog végződni, mint ahogy az előző 2. Úgy gondolom, hogy akkor senkinek nem lesz szálka a szemébe. Mind a 2 évben a felsőházat sikerült kiharcolnunk, egyébként ez volt a cél erre az évre vonatkozóan is. Ezzel ellentétben nem így kezdtük a szezont, sajnos, de higgy el mindenki, hogy mindenki a tőle telhetőt megpróbálta megtenni, és ez így lesz a jövőben is. Úgy gondolom, hogy a 3 elvesztett mérkőzés után a 3 győztes mérkőzés megmutatta azt, hogy mennyire tudunk küzdeni a városért, a megyéért, a szurkolókért, és ez a 3 győzelem vissza is hozta az esélyt annak, hogy a felsőház elérését meg tudjuk célni. Ezt talán azzal kezdeném, hogy 2 évvel ezelőtt is, és most is ugyanazok az emberek, ugyanazzal a metódussal választják ki a légiósokat, ahogy 2 évvel ezelőtt, vagy a tavalyi évben is kiválasztják, és ugyanúgy nekem, mint ügyvezetőnek kell aláírnom azokat a szerződéseket, mivel én vagyok a klubot üzemeltető KFT-nek az ügyvezetője. 2 évvel ezelőtt sikerült egy olyan nyerő triót összeválogatnunk, ami a Govens, Kini, Pantelis trióból állt. A tavalyi szezonban szintén hasonlóan sikerült egy Ubilla, Norflit, Drungilász triót összeválogatnunk. Sajnos ez ebbe a szezonban nem sikerült olyan jól, de bízunk benne, hogy a Simons lecserélése után egy olyan légiós tud idejönni, aki nagyba hozzá fogja segíteni csapatot a sikerekhez. Ezen dolgozunk, azért is húzódott el egyébként ez a Simons ügy, mivel próbáltuk a klub és a játékos szempontjából is, de főként a klub szempontjából a legjobb döntést meghozni. Mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy gyors döntéseket hozzunk, az komolyan befolyásolná a klub költségvetését, ezért mi kivártunk, és úgy gondolom, hogy ez a 3 hét, ami alatt sikerült megállapodnunk, egy olyan döntés született, ami a mi szempontunkból egy jó döntés. Az új légióssal kapcsolatban annyit szeretnék egyelőre elmondani, hogy a konkrét ajánlatot megadtuk az ügynökének, aki már felvette vele a kapcsolatot. Bízom benne, hogy napokon belül el fog dőlni a sorsa, és pozitív irányba fog eldőlni. Hogyha ez bekövetkezik, akkor onnantól számított, tehát az aláírástól számított 2-3 napon belül leghamarabb itt tud lenni a légiós, tehát várjuk a reakciót, amint ez megtörténik és pozitív irányú lesz, akkor a szerződés aláírásra fog kerülni, és 2-3 napon belül tudjuk intézni az ideérkezését. Igen, ahogy említetted, tehát elindult egy Foramax nyereményjáték, aminek a fődíját a december 28-ai Zete-Szolnok mérkőzésen fogjuk kisorsolni. Ezeken a dobójátékokon kizárólag bérletvásárlók vehetnek részt, illetve megpróbáljuk ugyanúgy biztosítani az elővételi jegyvásárlást a 2 vasi idegenbeli rangadónkra, ami egyébként idén már nem olyan egyszerű. Tekintettel arra, hogy több bérlet tulajdonosunk van, mint ahány jegyet mi kapunk a körmend mérkőzésre, ezért így úgy is harangoztuk be, hogy a leggyorsabb bérletvásárlók tudnak a legelső napon jegyhez jutni.
Illetve lesz még egy akciónk, ami nem a bérletvásárláshoz kapcsolódik. A Nemzeti Sport felhívására mi is csatlakoztunk, nem szerettünk volna kimaradni az ő akciójukból. A november 8-ai, illetve a december 6-ai Nemzeti Sport számában lesz egy olyan kupon, amit ha kivág az ember és itt leadja a pénztárba, akkor 50%-os kedvezménnyel tud bejutni a december 6-ai mérkőzésre. Remélem, hogy ez egy jó Mikulás ajándék lesz mindenki számára, és egy győzelmet tudunk majd ünnepelni a meccs végén. Hát nagyon kemény három mérkőzés következik ismét, főleg úgy, hogy abból kettő vasi rangadó idegenben. Hát mindenképpen azt szeretném látni, hogy ami az elmúlt három mérkőzésben is tapasztalható volt, hogy a csapat csapattagjai mindent tegyenek meg a győzelem érdekében. És ahogy már eddig is említettem, hogyha emellett a szurkolóink hozzá tudják adni azt a pluszt, amit eddig hozzá szoktak adni, akkor úgy gondolom, hogy a siker is meg lehet ezeken a mérkőzéseken. Nagyon kemény mérkőzések lesznek. Én bízom benne, hogy többet is meg tudunk ebből a három mérkőzésből nyerni, és akkor nyugodtabban tudunk nekifutni a decemberi mérkőzéseknek.